Hello, szia mindenki, én itt Pörki Perot vagyok, és itt vagyok ismételten egy nagyon-nagyon érdekes videóval, egy nagyon különleges vendéggel. Szia, Andi! Sziasztok! Hellóka, belóka! Tudod, hogy mit fogunk ma csinálni? Emlékezetből kell megépítenem egy házat, amitől egy kicsit félek, mert hogy egyébként a memória játékokban sose voltam, jó? De meglátjuk! Igen, azok régen nekem is a mumusaim voltak. Na hát szerintem nem kell nagyon Andit bemutatnom, mindenki ismeri, TikTok sztár. Zenére rángatja a telefont. Nem, mindenki ismeri Andit, mindenki tudja, hogy ki Andi. Oké, akkor szeretném is neked gyorsan megmutatni, hogy mit kell emlékezetből megépítened. Úgyhogy én ezt most ide be is illesztem neked, és körbe is fogod tudni járni. Szóval kapsz kb. 2 percet. Wow. Erre. 2 percem lesz erre? Oké, talán az utat meg tudom jegyezni, látom az 5 blokk. Hogyha azt nem rontom el, akkor már egészen jó. Wow, egyébként nagyon szép. Köszönöm. Én kigyűjtöttem egyébként neked már a blokkokat, szóval annyival megkönnyítettem a dolgot. Könnyebb dolgod lesz, mint Bencének, mert neki nem voltak megadva a blokkok. Ó, és ezeket a korzortokat is meg kell jegyeznem, hogy hogy vannak? Hát igazából nem kell teljesen pontosan, itt a ház lenne maga a lényeg, az ilyen díszítések azok ilyen extrák. Amúgy még annyit szeretnék elmondani erről a házikóról, hogy ez egy Cala Figuera nevű városból, egy spanyol városból jött, arról inspirálódtam, majd szerintem ide rakom a képet a sarokba, hogy mások is láthassák, hogy mégis mi az, ami inspirált, mikor ezt építettem. Hogy tetszik? Mit szólsz hozzá? Nagyon-nagyon hangulatos. Nagyon tetszik. Na, örül. Kicsit ilyen templom hangulata van. Aha. Legalábbis ennek a felső részének. Igen. Elég sok ilyen épület van abban a városban. Nagyon szeretek ilyen kicsi városokat megnézni. Tudod, hogyha most megnézném bármelyik nagy spanyol várost, egészen biztosan lenne egy csomó olyan Minecraftos építmény már, és akkor abban így mi a fán? Azt már ugye mindenki látta. Ezért szeretek kisebb városokat kiválasztani az ilyen célokra. Hát, jó, megpróbálhatjuk, jó. Meglátjuk, mi lesz belőle. Jó, akkor úgy érzed, hogy minden oké, és akkor megvan, mert akkor én ezt innen el is tüntetem. Megpróbálom, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Jó, oké, és eltüntetés, most akkor gyere velem, gyere erre. Igen. Kérem szépen, itt lesznek a blokkok, itt építhetsz te. Tehát itt van minden, ki is válogattam, ez volt az alap, a fal, bla. Uh-huh. Úgyhogy itt látható. Jó, hát az utat akkor úgy látszik nem kell megépítenem, pedig azt memorizáltam a legjobban. Ó, tényleg. De meg kell. De ez, látod, ez a nehézsége. Ki kell tanulnod, hogy mit nem raktam ide. Na, akkor arra már rájöttem. Jó, és akkor ide kezdjem el építeni? Igen, oda mehet. Húf, oké. Kicsit félek tőle, de meglátjuk. Nem baj, nem. Nagyjából 11 széles lehetett az alsó része. Aha. Így igazság szerint én nem szoktam megjegyezni a számokat, de az szinte 100%, hogy páratlan volt. Mert amikor az ember struktúrát, házakat épít, akkor a páratlan a legjobb, legideálisabb. Igen, az biztos, hogy páratlan volt, mert egyébként, hát nem tudom mennyire csalás, de leszámoltam az oldalakat. Nem, csalás egyáltalán. Csak már nem nagyon tudtam megjegyezni, hogy volt. De... Figyelj, amire időd van a 2 perc alatt, azt csinálod. Igazából az. Annak az volt a lényege, amit csak szeretnél. Ja, úgyhogy könnyebb dolgod van, mint Bencének, mert ide kiválogattam mindent, amivel textúráztam, meg minden, szóval így azért könnyebb lesz egy kicsit. Nem akartalak megszenvedtetni, ugye biztosan emlékszel rá, amikor legelőször próbáltunk egy ilyen videót veled felvenni, már mindenki tudja a sztorit, sajnos nem jött össze. Lényeg az, hogy ott egy kicsit azért az elég bonyolult paletta volt, meg sok mindenre kellett emlékezni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most nem szivatlak meg annyira, mert nem az a lényeg, hogy Dogi Andi szív a Minecraftban 100% veszély, hanem hogy egy kicsit így szórakozzunk. Köszönöm szépen, hogy most gondoltál erre. Nagyon szívesen. Egyébként látom, nagyon jó, megfigyelted azért, hogy így voltak ilyen textúrázások, ez tök jó. Hát igazából most saját magam próbálom így dizájnolni, mint hogyha. De igen, nem tudom, lépcsőket mondjuk, hogyha használtad, az a baj, de... Figyelj, én se tudom, ilyenkor mindig rossz lesz a memóriám. Bencénél is ugyanez volt, mindig kérdezte, hogy itt csináltad? Hát nem tudom, elfelejtettem. Épp ez a lényege. De akkor te is érzésből építesz. Igen. De egyébként tényleg tudom ajánlani az embereknek, hogy velem együtt próbálják meg memorizálni 2 perc alatt. Az biztos, hogy nehéz. Hát tök jó móka.
Igen, ez a kihívás része, ez a kihívás része. Hogy nehéz. Hát valami ilyesmi volt ott is. Igen, ilyen fuli, én is erre emlékszem, abszolút, ez hibátlan. Nem, akkor nem ilyen volt. Nem baj. Itt kicsit belevisz egy kis saját szint is, az sose baj. De egyébként 2 perc alatt tényleg egy ilyen összetett épületet megjegyezni nem egyszerű. Igen. Hát még sokszor, amikor tudod, van az a játékmód, amikor ugyanígy épületeket kell megjegyezni, és ott azt hiszem 10 másodperc van, de sokkal egyszerűbbek, tehát ilyen 15-20 blokkosokat. Igen, igen, igen. Még ott is van, hogy az ember téveszt. Persze, persze. Igen, azt tudom, hogy melyik, azt hiszem az a... Hú, melyik is az? Nem tudom, hirtelen Hole in the Wall, vagy te nem arra gondolsz? Hát, amikor egy ilyen Guardian értékeli. Nem tudom, hogy az úgy megvan-e. Ja! Igen, most ilyen build tip. Először szerintem próbáld meg az egészet egyfajta blokkal, és csak utána textúrázz. Sokkal könnyebb lesz. Jó. Legyen akkor ez. Yeah, go Andy, go. Félek, hogy nem lesz elég jó. Az vagy Bence sokkal ügyesebben meg tudta jegyezni, mint én. De 100%-ig biztos vagyok. Honnan tudod? Hát ismerem őt. Hát meglátod majd a végeredményt. Ismerem őt ebből a szempontból, meg ő nagyon szépen tud egyébként is építeni. Igen. De remélem azért ezzel se kell annyira majd szégyenkezni. nem hiszem. Jó lesz ez szerintem. Tehát nem fog a Doggy Andy márkából levenni az értékéből, szóval. Ja. Aha. Épülget. Nagyon rossz? Nem. Nem, abszolút nem. Ugye én szeretek úgy építeni, hogy a fizikának is például megfeleljen. Tehát itt mondjuk kijön a fal egy kicsit, akkor itt elképzelhető, Andi, és ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen kis hint, tudod, egy ilyen kis nyom talán egy utalás, hogy hát itt valami tartott. Itt valami tartotta. Nem csak oszlop. Az oszlopokat most gyakoroljuk elfelejteni, mert túlságosan sok oszlopot használnak. Itt valami lehet, hogy tartotta, de csak lehet. Ezt a... Hogy egy kicsit alulról kitámasztotta. Ah, Erre kellett neked. Valahogy így? Lehet. Lehet. Oh. Én nem mondok semmit, én sokat segítettem. Igen, lehet, egy kicsit sokat. Pedig olyan szépek voltak azok a lyukak ott a falban, azokat meghagyom. Egyébként, hogy állsz a mediterrán stílussal, már mint mondjuk így a valóságban? Tehát szereted az ilyen fajta épületeket? Szeretem, persze. Hangulatosak. Hú. Kicsit azért félek a végeredménytől. Aztán meglátom, hogy mi lesz. Múltkor is se sikerült annyira jól. Hát figyelj! De ez remélhetőleg jobb lesz. Figyelj, ez én azt kell, hogy mondjam, hogy ez itt volt valami ilyen fejlődés, kérem szépen. Tetszett építgetni, amíg nem figyeltem? Nem. Direkt nem gyakoroltam. Úgy voltam vele, hogy maradjon ugyanaz a szint. Kivágtad. De most már kezdem bánni, hogy nem készültem a vizsgára. Hát figyelj, ez velem is sűrűn így van sajnos az utóbbi években, mióta egyetemen vagyok, hogy mindig utólag bánom meg, hogy nem készültem arra a vizsgára eleget. Szerintem alapból így van az ember, hogy addig a pontig mindig úgy érzi, hogy de én tudok annyit. És mindig rájön, hogy nem. Igen. Ja. Szerintem mindenkinek van kb. Valami olyan, akár film, könyv, rajzfilm, ami gyerekként eléggé meghatározó volt számára. Hát rajzfilmek közül általában az én állatosokat szerettem. Ja igen, hát az mondjuk valamiért nyilvánvaló volt. Igen, azok nagyon-nagyon cukik. 101 kis kutya például. Azt nagyon szerettem. Én is nagyon-nagyon. Most oké, mondok valamit, aminek nem fogsz szeretni, de nekem Szörnyella de Frász volt a kedvenc karakterem évekig. De hát nagyon gonosz volt. Én tudom, hogy az volt, de nagyon jól meg volt írva. Jól néz ki. Aha, igen, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg, igen. Jó, mondjuk én nem is kételkedtem, hát na, azért mégiscsak. Ezek a mai TikTok sztárok nagyon tehetségesek. Főleg Minecraft építkezésben. Igen, vagy akármi másban. Egyébként, amikor kiraktad a múltkor ezt az egész TikTokos dolgot, hogy volt valaki, aki csinált ilyen fake TikTok profilt,
egy pillanatra megijedtem. Ugye, ja, csak, hogy én, igen, én csak csinálok, rá, nem. Igen. Rápillantottam a képre és megláttam, és mondom, Dogi Andy Official, mondom, nem. Nem, nem veszhetünk el még egy nemes katonát. Nem, ettől nem kell félni. Nem, tudom, jaj. Valami ilyesmi Figyelj, volt. Akármi is lesz, én leszek a megnyugtató tanárbácsi. Nem baj, gyermekem, a részvétel a fontos. Az, hogy jól érezted magad. Igen, pótvizsga pedig majd augusztusban. Igen, igen, igen. Az, nem olyan augusztusban talicső. Igen. Amúgy képzeld el, hogy ez a videó, amikor majd ki fog kerülni egy két hét múlva kb. Nagyon-nagyon közel vagyok már a 10,000-hez. Szóval simán lehet, hogy te leszel a 10,000-es vendégem. Ó, oh, wow. Gratulálok egyébként. Ó, köszönöm szépen. Hát figyelj, ez... Szépen fejlődik akkor a csatornád. Igen, igen. Most a túlélő let's play-ek most nagyon, azok most nagyon tetszettek, hogy az 1.16-os első része az embereknek, úgyhogy most nagyon-nagyon sokan jöttek, meg hát a streamek, a kreatív streamek azok, amik tényleg így nekik olyanok, hogy más emberek csinálják, újdonság, stb. Szóval külföldiek nagyon sokat kreatívoznak, tehát nem én találtam fel a kreatív építést, és szerintem jó nekik látni a belföldit is, tehát hogy... Igen, abszolút. Ja, úgyhogy nagyon örülök ennek, de igazából ezt így videóban is meg akartam köszönni, hogy ezt te indítottad el teljes mértékben, mert a csatornám az nem indult be tavaly augusztus 26-ig, ameddig meg nem osztottad a csatornámat, szóval azóta tudok csak fejlődni, mert egyszerűen a YouTube nem tudta, de nem dobta ki az algoritmus senkinek, úgyhogy tényleg őszintén köszönöm szépen. Hát megérdemled. Köszönöm. És szerencsére azóta is olyan maradtál, amilyen akkor. Igen, én... tartani fogom magam ehhez a formához, szerintem te. Sajnos tudom, hogy vannak olyanok a baráti körödben, akik nem így jártak. Igen. Hogy bíztak kisebb videósokban, és ja. Igen. Csúnya vége lett. Ja, ja, ja. Nem, 100% veszélyes lett. The shade, igen. Na, de egyébként jó haladsz, tök jó. Tök jó. Hát, megpróbálom. Volt itt egy ilyen... Igen. Használtad azt a terasztető formát, amit egy pár hónapja láttál, és mondtad, hogy nagyon tetszik, és lehet, hogy meg fogod használni? Tudod a campfire-eset? Hát, azóta én nem játszottam olyan Minecraft-tal, amiben lett volna. Ugye én modossal szoktam játszani, és ott még nincsenek ilyen blokkok. Aha, tudom. Úgyhogy sajnos nem, de... Gondolkoztam én is most azon, hogy majd lehet valami 1.16-os túlélőset. Az egy jó ötlet. Klassz lenne. Azt megnézném. Hát... Ez nem biztos, hogy így volt. Lehet, hogy nem így volt. Lehet, hogy nem így volt. Ó. Szóval akkor pálmafát kellene építenem? Most egy ilyen nem. Kis hint volt? Ciprusfák voltak. Kis mediterrán. Jó. Most sokat segítettem, tudom, mint mondtam volna, hogy... Akármilyen ilyen... latin nevet, ezekkel én is így vagyok. Úgyhogy nem nézek utána, akkor én is vagyok egy nagy botanikus. Tehát ezt szeretném hozzátenni, hogy... hogy a fenyőfa tölgy, az a meg vagyok, de a többi. És csak attól félek, hogy Varus ne lássa ezt a videót. Ó, miért? Hát ő nagy biológus. Ó. Szereti a növényeket, állatokat, mindenféle ilyesmit. Akkor imádkozzunk, hogy ne lássa ezt a videót. Igen. Majd elküldöm neki. Köszi. Tudtam, hogy bízhatok. Bennem mindig, Andi, ne viccelj. Én azt hittem, ez szürke gyapjú. Amúgy na... Most... Most így hirtelen a kreatív menübe. Mondod... Gyorsan meglesem tényleg, hogy mennyire hasonlít a kettő. Ó! Nagyon hasonlít. Hát tényleg? Textúra szinten. Alakul ez az út. Az legalább megvan. Remélhetőleg, legalább erre emlékszem. Igen, az útra arra te nagyon így rá fókuszáltál, szóval ezt így éreztem, hogy ez neked nagyon fontos, hogy jó legyen az út. Hát az a baj, hogy nekem itt szerintem kifújta, tudom már. Bár két fa van, úgyhogy építetek még egy ilyen csodát valahova, de... Jó, próbáld meg. Ez egyre amorfabb, de fa. De egyébként ennek tényleg, srácok, nem az a lényege, hogy
hogy most minden pontosan és minden ugyanúgy legyen, hanem az, hogy egy kicsit meghívjak olyan embereket, akiket kedvelek, akikre kíváncsi vagyok, hogy mit csinálnak azzal, amit megterveztem, és egy kicsikét beszélgessek velük, egy kicsikét szórakozzunk, nevetgéljünk, szórakoztassunk titeket is, ez az elsődleges cél, szóval semmiképpen nem az, hogy most hűha Andi, tessék, aztán nagyon-nagyon. De szerintem az a baj, én ennyire emlékszem, tudom, hogy ennél sokkal szebben meg voltak oldva az ablakok, mert azok nagyon tetszettek. De sajnos arra már nem emlékszem, hogy az hogy volt. Hát jó, hogyha gondolod, akkor igazából ezt megnézhetjük, szóval itt majd gyorsan megmutatom a nézőknek így felvételen, hogy mégis akkor milyen lett. De hogyha gondolod, akkor menjünk arrébb egy kicsit, és akkor lessük meg, hogy mégis milyen volt az eredeti. Jó. Tadá! Igen. El volt forgatva a felső. Aha, igen, igen. Volt forgatva a felső, és volt tényleg. De volt ott kerítés. Ja, hogy ide gondoltad? Igen. Azt nem mondtad. De mondjuk én nem mondtam, hogy nem volt, én csak azt mondtam, hogy nem emlékszek rá. Hát, mit láttad, nem emlékeztem rá, tehát... Itt is volt, nézd meg. Láttad? Na, no, wow, itt még félre is vezettelek a végén. Ja, úgyhogy, na most az érdekelne, erre gondoltál itt az Anvil-es megoldás? Nem, mert máshol? Igen, igen. Igen, máshol nem használtam Anvil-t. Ja, hát igen, akkor igazából ilyen lett az eredeti. Nézd, itt emlékeztél a teraszra, és itt ténylegesen van egy terasz. Itt így oldottam meg ezt a kis teraszrészt. Ez itt maga egy ajtó, tehát ugyanolyan, mint az itteni ablak, csak hát nyilván ide valahogyan ki kell jutni. Ugye nagyon sok ilyen mediterrán városban, mediterrán házakon láthatsz ilyen ajtókat. Ezek ilyen nagy-nagy fajtók. Amúgy csapóajtóval csináltam őket, nem sima ajtóval. Mert sokkal egyszerűbb, sokkal szebben összekötődik a textúrája, mint hogyha raknék ide ajtót, és utána pedig csapóajtót, hogy eléggé magas legyen. Igen, már kilincs miatt. Igen, igen, igen. Ott, amiért van az ajtó. Nézd, itt ilyen volt, három blokk széles, és így ilyen. Aha. Ja, és itt még annyi, hogy itt fönt ugye a falak, az kvarcból volt. Ez a kis rész, ami... Igen, hát ezen buktam el, hogy nem emlékeztem, hogy most ez kvarc volt, vagy a igen. Gránit. Amit így mondta, hogy neked tetszett, az ez a rész. Nézd, itt ilyen vannak ilyen jó kis boltívek is, kvarc lépcsővel, meg ilyesmivel. Ó, de jól néz ki tényleg. Na, de egyébként a kitartásod és az, hogy tényleg eljöttél és szórakoztunk egy jót, az nekem már megér egy ötöst. Hát ne vicceljük már. Már csak a részvételért is megkapod az első helyet. Hát na, hát azért... Na. Nos, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, valamint köszönöm Andinak is, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a meghívást, jó muka volt, de tényleg kell még gyakorolnom a következő egy évben szerintem ezt a memóriába lépítést. Jó, hát figyelj, lesz rá időd. Én itt még most szeretném majd nektek megmutatni, hogy hogyan csináltam meg köré a terrényt, meg hogy hogyan helyeztem el egy ilyen kis környezetbe, de amúgy meg köszi, hogy itt voltatok. Pa-pa! Hello, sziasztok! Mint ahogy ígértem is, itt is volnék. Nos, igazság szerint ezt nagyon szerettem volna megcsinálni, egy gyors és egyszerű kis terrényt rakni a házikunk köré. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a 2x2 chunk buildeket, nagyon király, hogy ennyire pici ploton is lehet építeni, és nagyon sűrűn tudom váltogatni a stílusokat, tehát mindig valami újat csinálok, mindig valami újat próbálhatok ki. Szóval nem az van, hogy van egy nagy tervem mondjuk egy városról, vagy egy tényleg egy kastélyról, és kipróbálok újdonságokat, új részletezési formákat, fajtákat, és nem jönnek össze, olyankor sokkal nagyobb a csalódás, de mindig, amikor egy ilyen 2x2 csánkos build elé leülök, akkor azt érzem, hogy na most, hogyha ezt el is rontom, akkor is nem vesztettem túl sokat, hiszen ez csak 32x32 blokk. Úgyhogy igen, ezt is így át akartam alakítani, egy kis terrényt és egy kis növényzetet ide rakni, hogy sokkal-sokkal hangulatosabb legyen ez a kis házikó, amit építettem Andinak. Annyit még azért szeretnék hozzátenni, hogy keddenként streamekben szoktam ilyen 2x2 csánkos buildeket csinálni, szóval ha szeretnétek látni egy teljes folyamatot terrénnel, struktúrával és organikokkal együtt, akkor mindenképpen lessetek be hozzám kedden 15 órakor. Köszi, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra és igyatok sok teát, mert a tea mindenre jó. Sziasztok, pápá!